hogy ki húzta meg a vészféket? Azt nem sikerült kideríteni, de express vonatunk szágult tovább. Mese-mese Mátka pillangós határában volt egyszer egy király, a Rába közben. Országának lakói a harmadik éjosztály tanulói. Nem messze van ide Kalocsa, már száguldunk is tovább, hogy a negyedik éjosztály elvezessen minket a díszes hímzések és a híres fűszer paprika hazájába. A Kalocsa melletti réten újabb angyaltáncot láthatunk az első éjosztály előadását. Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer a Dunántúli Rába köz messzi vidékén egy öreg, sutyos hátú, hosszú szakálú özvegy király. És annak három perdülős, fordulós leánykája. Azaz csak kettő, mert a legkisebb leányka nem szívesen mutogatta táncos tudását, míg a nővér és a palota afra nagyja lipentette, cifrázta, kopogtatta kecses lábacskáját, ő csak kupsolt napestig a sarokban. Az öreg király úgy gondolta, bánt rendez a palotában. Hát, ha ez a bán meghozza a legkisebb leányok kedvét is a táncon. Hát a legények, és ki eljárta a maga csárdását. Fiatal legényé változott, és pergette, forgatta a király kisasszonyt.
akinek nagyon megtetszett a tánc, de még inkább a legény. Az öreg király ezentől fogva nem győzött bálokat rendezni.
szólok a madacsát a felejébe. Lehajtom a fejem a barna babám lébe. Lehajtom a fejem a barna babám lébe. Hullajtom a könnyeim a cifra bent is kötélébe. Lehajtom a fejem a barna babám lébe. Hullajtom a könnyeim a cifra bent is kötélébe. Kocsmáros néca lánya a gallardon, minden este kikönyököl az ablakon. Karjával integet, gyere be, ha lehet, megölellek, megcsókollak, hogyha szeretsz. Karjával integet, gyere be, ha lehet, megölellek, megcsókollak, hogyha szeretsz. Becsapott a csapláros néca lánya, a bor helyett vizet öntött a pohárba. Innen ne hiába, drága jó borára, becsapott a csapláros néca lánya. Innen ne hiába, drága jó borára, becsapott a csapláros néca lánya. Yeah.
Igyekezzünk! Hamarosan újra megérkezünk a pécsi sulihoz, de előtte még elidőzünk Szatmárban, a 6. Z Somogyban, a 2. Z Moldvában, az 5. E osztály kíséretében. Majd egy jó nagy kitérőt teszünk a bécsi palota dísztermébe, ahol a 7. évfolyam gyönyörű hölgyei és csinos urai várnak minket. Utazásunk végén ne sajnálják ütni tenyerüket, otthonainkban pedig dicsérjék meg ügyes táncos lábú gyermekeinket. Úgy fő a sör! Igye meg a bíró Bálint! Ne a bíró Bálint, hanem a Furka Tamás! Úgy fő a sör! Igye meg a Kun Géza! Ne a Kun Géza, hanem a Glanz Dominik!
most megyek keresni. Ha még egyszer megtalálom, meg fogom becsülni. Ha még egyszer megtalálom, én úgy megbecsülöm. Kezit lábát összekötöm, a füstre fölteszem. Ha még egyszer megtalálom, én úgy megbecsülöm. Kezit lábát összekötöm, a füstre fölteszem. Egy ingem, egy gatyám, mégis kevés vagyok. Tele van tetűvel, alig maradhatunk. Nusz a tetű, nusz a szó, behozunk a táncba. Megfogom a fillábodat, kidoblak a sáncba. Nusz a tetű, nusz a szó, behozunk a táncba. Megfogom a fillábodat, kidoblak a sáncba. Erdő is van, mak is van, majd meghízik a kiskan. Ha meghízik, levágom, jó lesz babám a nyáron. Ha meghízik, levágom, jó lesz babám a nyáron. Szűröm volna tarisznyám, mindjárt megházasodnám. Szűröm sincsen tarisznyám, meg sem házasodom ám. Szűröm sincsen tarisznyám, meg sem házasodom ám. Ingem, gatyám, de szennyes, magam vagyok szerelmes. Ingem, gatyám, eladom, mégis megházasodom. Ingem, gatyám, eladom, mégis megházasodom.
táncokat betanította Sosavica Fanni. Köszönjük a segítséget Kadocsa Gyula tanár úrnak, aki a különleges díszleteket elkészítette, valamint minden pécsis kollégának, aki segített abban, hogy ez az előadás létrejöhessen. Fogadják sok szeretettel a keringő.
Kedves vendégeink, táncgálánk ezzel véget ért. Szeretném megköszönni kollégáimnak, minden osztályfőnöknek a sok-sok segítséget, Fejt Adrien igazgatóhelyettes kolléganőmnek és Farkasné Fejes Beátának a koordinálását a mai rendezvénynek, Kadocsa Gyulának a szépséges díszletet, és legesleginkább Sosovica Fanninak, aki betanította a mai táncokat. Kérem, jöjjön a színpadra! Remélem, jól szórakoztak, viszontlátásra!